99 éve, május 4-én született az aranycsapat legendás játékosa, Buzánszky Jenő. Hát ugye jövőre lesz a születésének a 100. születésnapja, és Dombóvár város vezetése úgy döntött a sportszövetség javaslata alapján, hogy tartanánk egy Buzánszky Jenő emlékévet. Ennek az emlékévnek ez a megnyitó eseménye. Itt egy 5 csapatos focitorna volt körmérkőzésekkel, ami most az elmúlt pillanatokban ért véget, és hamarosan a sportcsarnok melletti Buzánszky Jenő szobornál lesz majd egy megemlékezés, beszédek és koszorúzással. Buzánszky Jenő gondolata az volt, hogy létre kellene hozni egy szervezetet, amely összefogja és ápolja az aranycsapat hagyatékát. Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok, 99 évvel ezelőtt született, és most Módonban volt abban a gimnáziumban egy ballagáson részt venni, ahol ő tanult, és ahol a futópályán a köröket rótta, és ezért volt olyan gyors a maga posztján az aranycsapatban. Buzánszky Jenő és Dombóvár neve összekapcsolódik, és azt hiszem, hogy nagyon szép dolog az, hogy a város ápolja az emlékét a világhírű sportolónak, akik talán a legnagyobb sport sikereket érték el a magyar sporttörténetben. Az aranycsapat testület, amelynek elnöke vagyok, megálmodója Buzánszky Jenő bácsi volt, nem sokkal a halála előtt kért fel, 2014 júniusában a sajtónyilvánossága előtt, hogy hozzak létre egy olyan hagyományőrző szervezetet, amely méltó módon ápolja az aranycsapat hagyományait, és ennek az volt a magyarázata, hogy ő volt az utolsó élő tag a klasszikus összeállítású aranycsapatban, néhány hónappal korábban meghalt barátja Rosis Gyula, és úgy érezte, hogy valakit meg kell kérni, hogy ezt a feladatot, amit ő maga is ellátott egészen haláláig, hiszen nagyon sok konferencián, megemlékezésen vett részt maga is, és engem is az utolsó években már magával vitt. Tehát az aranycsapat testület létét neki köszönheti, és az, hogy ifja Buzánszky Jenő mellett Grosics Edina, Zakariás Ágnes, Bozsik Péter és Budai Andrea is tagja az aranycsapat testületnek, az jelzi, hogy olyan emberek kerültek be, akiknek valóban autentikus információi vannak az egykori labdarúgókról. Ifja Buzánszky Jenőt kértük, hogy ossza meg gondolatait édesapjával kapcsolatban, és meséljen a testület tevékenységéről. Nagyon jó érzés mindig ide visszatérni Dombóvárra. Ugye én egész kisgyerekkoromtól ugye elég sűrűn megfordultam itt ugye édesapám oldalán. Mindig azt mondta, hogy amikor elindultunk otthonról, hogy otthonról hazajövünk, úgyhogy én gyakorlatilag ugye ebbe a szellemiségben nőttem föl. Ugye most is nagyon nagy örömmel teszek eleget minden egyes meghívásnak, ha Dombóvárra jöhetek. Úgy érzem, hogy kötelességem nekem is. Édesapám mindig azt mondta, hogy őket a pályán ugye annyian szerették, hogy nekik ugye az aktív labdarúgó pályafutásuk után is, hogy kötelességük visszaadni abból a szeretetből ugye a szurkolók, ugye az emberek felé, és ez az egyik ilyen vezére volt, ami mellett ő ugye az életét élte, és úgy gondolom, hogy nekem is, bár ugye én nem vagyok világbajnok, illetve olimpiai bajnok sportoló, de ugyanakkor az a szeretet, ami nekik kijárt, illetve édesapámnak kijárt, abból a szeretetből én is részesültem, illetve én is kapom a mai napig, és úgy érzem, hogy kötelességem nekem is ugye ezáltal törleszteni szintén ezt az örökséget. Nagyon sok helyre hívnak, hál' Istennek, úgy érzem, hogy a mai napig szükség van arra a szellemiségre, arra az eszmére, amit az aranycsapat képviselt, ugye határon belül, illetve határon kívül is. Úgyhogy hál' Istennek ezt az utat, ezt tudom tovább csinálni, tudom tovább vinni. Ugye itt is szóba került az ünnepségen az, hogy valamilyen szinten a génekben ez az utánpótlás iránti elkötelezettség, ez belém van kódolva. Ugye itt Dombóváron is számos óvodában csinálják azt a programot, amit édesapám a halála előtt kitalált és elindított. Úgyhogy hál' Istennek most már nagyon sok
Ugye ezt az alapítványt én úgy vettem át, hogy a 99. pályaátadón már én voltam. Most ez a szám, ez több mint 500. Úgyhogy itt rengeteg gyereket, rengeteg embert érünk el, ugye körülbelül 5-6 ezer óvodapedagógust, több mint 50 ezer óvodáskorú gyermeket érünk el. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy munka, és ez egy nagyon szép folytatása annak az életműnek, amit ő letett az asztalra. Kíváncsiak voltunk, hogy az aktív labdarúgásban részt vett-e a sportlegenda fia. Én is fociztam, bár ugye én mindig némi hátránnyal indultam ugye a nevemből kifolyólag, és hát most már így a mai fejemmel azt mondom, hogy lehet, hogy kár volt. Viszonylag korán én abba hagytam az aktív labdarúgást. Most az én fiam, aki szintén egyébként Buzánszky Jenő, benne látok némi potenciát, hogy ő a sportterén is tovább viheti ezeket az érdemeket. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy a mai nappal emlékévet kezdtek meg, melynek lesz folytatása. Ennek a napnak a tiszteletére ma meglátogattuk az Ilyes Gyula gimnáziumnak a ballagását dr. Lomnici Zoltán úrral és ifjabb Buzánszky Jenővel, akiknek innen is szeretném megköszönni, hogy időt szántak erre az eseményre. Ezt követően itt a Szóval Sportcentrumban, Jenő bácsi szobránál tartottunk egy rövid megemlékezést és egy koszorúzást, ami ennél sokkal fontosabb szerintem a mai kornak, hogy volt 5 olyan csapat, aki össze is mérte a tudását ma labdarúgásba, és kiváló meccseket játszottak egymással. Mindazok ellen, hogy a mai nap nem a küzdelemről szól, hanem a barátságról, és remélem, hogy ez a nyitó rendezvény, Buzánszky Jenő 100 rendezvény sorozat megnyitójaként fog majd a történelemkönyvbe bekerülni Dombováron, hiszen az Aranycsapat alapítvánnyal, illetve a Debreceni Egyetemmel közösen készülünk, hogy Jenő bácsi 100. születésnapját méltóképpen tudjuk megünnepelni. Az ősz folyamán indul a rendezvénysorozat, mely méltó emléket állít a nemzet sportolójának, és Dombóvár nagyon büszke, hogy ennek szerves része lehet.